megkezdi szereplését felnőtt férfi kézilabda csapatunk. Mai ellenfelünk a Salgó Tarján lesz, aki az északi csoportból került ide Észak-Keletre a mi bajnokságunkba, és rögtön megmérkőzünk velük. Túl sokat nem tudunk ugye a Salgó Tarjáni együttesről, éppen ilyen okokból kifolyólag, viszont azt igen, hogy megerősödtek a nyáron, több NB1-s játékost is igazoltak. Meglátjuk, hogy mire mennek most velünk, nyilván Madai Tamás és csapata szeretné itthon tartani a két pontot, meglátjuk, mit tartogat számunkra az előttünk álló 60 perc, reméljük, hogy győzelemmel tudjuk zárni a találkozót. Most természetesen mielőtt a mérkőzés kezdetét veszi, mindkét edzővel beszélgetünk egy kicsit. Több felkészülési mérkőzés is játszott a csapat, ugye július 31-én elkezdték az edzéseket, így visszatekintve az azóta eltelt időszakra, hogy értékeled a felkészülést, nyilván ennek ma lesz igazán a főpróbája, illetve már most tétmeccs következik, hogyan értékeled, milyen ütemben haladtatok, mennyiben sikerült megvalósítani azt, amit elterveztél? A felkészülésünket azt gondolom, hogy a lehetőségekhez képest maximálisan meg tudtuk csinálni. Nyilván hátráltatnak ilyen dolgok, hogy a csapat nem profi, dolgozó, tanuló emberekről van szó, úgyhogy van, aki egy edzésre tud eljönni, van, aki pedig 3-4 edzésen is részt tud venni, sőt még plusz feladatot is tud végezni. Hát ezt kellett igazából erre a bajnoki rajtra összegyúrni, de azt gondolom, hogy sikerült felkészülni. A Salgó Tarján ugye tulajdonképpen ismeretlen nekünk, hiszen az északi csoportba jött, megerősödtek a nyáron, több NB1-s játékost is igazoltak. Mit várhatunk tőlük ma? Valóban egy ilyen sötét lóként tartjuk őket számon, hisz mind a Salgó Tarján, mind pedig a 60 csapata az előző szezonban ugye az északi csoportba szerepel, most ide kerültek, de az előző szezonban lévő Salgó Tarjáni csapatból azért valami kevés játékos van itt. Igazoltak Ózról, Törökszent Miklósról ugye olyan játékosokat, akik az NB1-ben játszottak még az előző évben, nagyon kutyakemény mérkőzésre számítunk. A mai keret mennyire hadrafoghatóak a játékosok, vannak esetleg hiányzók a mai csapatból? Úgy tűnik, hogy mindenki a fedélzeten van, mindenki egészséges, és azt gondolom, hogy a ma létező legjobb hajdunálási csapattal tudunk kiállni. Az északi csoportból kerültek ide az észak-keleti csoportból, hogy mennyire sikerült feltérképezni az itt szereplő csapatokat, mennyiben jelent új helyzetet ez a csapatnak? Hát teljesen mértékben ugye új helyzet elé állítja a strandépítők csapatát, ez, hogy átkerültünk észak-keletre az északi csoportból. Utolsó pillanatban derült ki, hogy ebbe a csoportba kell, hogy versenyezzünk. Én megmondom őszintén, hogy nem nagyon foglalkoztam azzal, hogy ugye kik az ellenfelek majd ebbe a csoportba. Szépen lassan úgyis mindenkivel megismerkedünk. Én azt szeretem, hogyha a saját csapatommal foglalkozok én is és a játékosok is. Úgyhogy annak megfelelően készültünk is. Mindig azt szeretném, hogy a mi csapatunk ugye domináljon, és inkább próbáljuk meg ráerőltetni a játékunkat az ellenfélre. Mennyire ismerik esetleg a Hajdunánást, milyen információkat tudtak róla szerezni? Van elképzelésük arra, hogy mit játszana ma a Hajdunánást, illetve a maga csapatától mit várhatunk ezen a találkozón? Beszélgettünk ugye erről a hajdunánási csapatról, találtunk róluk felvételt is, megnézegettük egyénileg csapatszinten is. Nem lesz könnyű mérkőzés, ezt most mondom, semmelyik csapat részéről se, én egy kiegyensúlyozott mérkőzésre számítok, ami a végjátékban fog eldőlni. A keretük összeállítását tekintve vannak esetleg olyan játékosok, akik nem tudtak elutazni, de sérülés vagy egyéb ok miatt? Sajnos van két sérültünk, ez a két sérült játékos azért velünk tartott, megnézi itt a helyszínen a mérkőzést, de sajnos nem tudnak ugye játszani. A főszereplők érkeznek a pályára, itt a hangos bemondó a helyszínen már elkezdte közölni a nézőkkel a Salgó Tarjáni csapat összeállítását. Egyrésztről, mert nem tudom, hogy mennyire hallják ezt a kedves televízió nézők. Másrésztről pedig a rendkedvéért azért én is felolvasom gyorsan a vendég összeállítást, miközben már egyébként a hajdunánási játékosok is érkeznek a pályára. Tehát a Salgó Tarján és strandépítők KC csapatában 23-assal Magyar Bence, 16-ossal Kovács Róbert, 6-ossal Szabó Tamás, 69-essel Forgács Péter, 3-assal Nagy Tamás, 41-essel Deák Gergely, 14-essel Varga Zoltán, 11-essel Benszúiszi Anisz, 67-essel Szerencsés Szilveszter, 13-assal Bécsi Mihály, 5-össel Gyetvai Tamás, 9-essel Dénes Máté, 10-essel Tóth Gergő, 19-essel Vurom Alex, 7-essel Nyigrényi Tibor és 12-essel Kuti Krisztián is. Nyigrényi Tibor lesz egyébként a vendégcsapat edzője is. Tehát itt valószínűleg a kispad mellett többet látjuk majd, mint a pályán. És akkor a hajdunánási csapatban 24-essel Felföldi Róbert, 1-essel Torma Antal, 7-essel Bancsó Károly, 5-essel Ötvös Nándor, 13-assal Kelemen Zsolt, 19-essel Takács Gábor, 2-essel Dankó József, 69-essel Nyeste Rihárd, 10-essel Harsányi Dávid, 11-essel Csonka Péter, 3-assal Bodogán Péter, 21-essel Hangos Dávid, 14-essel Horváth Bendegúz, 18-assal Tamás Menyhért Levente, 6-ossal Fóris Roland és 54-essel Kis Dávid, a hazai kispadon pedig természetesen Madai Tamás dirigál.
A találkozót Tóth Gábor Tamás és Tóth István vezetik majd. Ahogy egyébként arról a felvezetésben is szó esett, tehát abszolút nem mondható újonc csapatnak a Salgó-tarjáni egyesület, hiszen nem alacsonyabb osztályból érkeztek ide, hanem egyszerűen az MB2 északi csoportjából sorolták át őket ide északkeletre. És arról is szó esett ugye, hogy igazából olyan nyomós érvet amellett, hogy miért kellett nekik átköltözni, úgymond ebbe a bajnokságba, arról ők sem kaptak. A szövetség elsősorban földrajzi okokra hivatkozva helyezte át ide a Salgó-tarjánt, mondván, hogy abból a régióból a 60 és a Salgó-tarján volt az a két csapat, aki a leginkább mozdítható volt, és őket lehetett úgymond átpasszírozni ide északkeletre. Itt tehát ebben a szezonban velük is meg kell birkóznunk. És érdekesség egyébként, hogy ahogy a Salgó-tarjánnal az első, úgy a 60-nal majd az utolsó fordulóban találkozunk, tehát a két új gárdát majd az első és az utolsó fordulóban láthatjuk a hajdonállási csapat ellen. Amilyen kezdik majd a találkozót ebben a pillanatban érkezik meg a várva várt sípszó, és ezzel elkezdődik az MB2 északkeleti csoportjának első hajdonállási bajnoki mérkőzése. Hangos. Az indítás után zicser a kapunk előtt, és egy óriási gól. Szerencsés Szilveszter a szerzője. Fóris. Hangos. Csonkát és Vargát kellett békíteni. Takács. Ötvös. Hangos. Takács, Fóris. Lekerül a szélre, Kis Dávid, benn van! Sikerül az egyenlítés, de figyelnünk kell hátul, óriási lendülettel lódul meg a Salgó-tarjáni csapat. Több új játékos érkezett a nyáron Salgó-tarján, akik valóban minőségi erősítést jelenthetnek, hiszen szót ejtett róla Madai Tamás is, én is utaltam már rá többször, mint a közvetítés elején, hogy bizony NB1-B-s csapatokból sikerült erősítenie a vendég együttesnek. Úgyhogy eltökélt céljuk az, hogy minél magasabb pozícióban végezzenek a szezon végén, és így is alakították a nyári játékos mozgást. Forgács. Sikerül megszerezni Kelemennek, így van. Takács. Hangos. Csonka. Takástól veszik el a labdát a játékvezetők.
Korgács. Szerencsés a szérről. Tudunk-e gyorsan indulni, ez a kérdés a kipattanó után. Ötvös. Ha jól láttam, akkor ebbe az előző lövésbe még felföldi is beleért. Fúr is. Csonka. Hangos. Jöhetünk majd a sarokból. Hangos, és ugye új szerzemény. Itt Kazinc Barcikáról sikerült ide hajdonlásra csábítani. És az előző szezonban egyébként, miközben Takács szerez gólt, ezzel vezetünk, tehát Hangos az előző szezonban 127 gólig jutott. Ugyanitt az északkeleti csoportban. Ebből 8-at még az első mérkőzésen a fehér gyarmat színeiben szerzett, majd aztán ezt 119 góllal tollotta meg még Kazinc barcikai színekben. Forgács. Csonka kap sárga lapot. Forgács. Szerencsés. Jó védés megint felfölditől. Hangos mellett Takács is egyébként új érkező, illetve hát régi új játékosa a hajdonlánási csapatnak, hiszen korábban sok-sok évig kézilabdázott már hajdonláson, viszont az elmúlt időszakban a Hajdúba Szörmény csapatát erősítette, és ezen a nyáron tért vissza ide hajdonlánásra. Rajtuk kívül egyébként a mai keretet tekintve Horváth Bendegúz és Tamás Menyhért Levente számít új névnek, ők Nyíregyházáról érkeztek kettős játékengedéllyel. Forgács. Nem lő, inkább passzolt. Nagyjal szemben nem történt szabálytalanság. Aztán azonnal visszatámad a Salgótarján, akadályozva a támadásunkat. Hangos. Fúr is. Ezúttal is ellenünk ítélnek. A szélen szerencsés. Ez benn van. Az előző két próbálkozásából nem született gól. Most viszont megszerzi a második gólját. Csonka. Takács. Hangos. Itt megint történt egy szabálytalanság Csonkával szemben, és kiszúrta a játékvezető is. Varga kap két perces kiállítást. Nem fogunk unatkozni, hogyha ilyen mederben zajlik majd a teljes találkozó. Egyenlőre sem góloktól, sem szabálytalanságoktól nem mentes ez a küzdelem. Szerencsére a hangulatra sem lehet panasz, sok néző kilátogatott ide a hajdunellenesi városi sportcsarnokba, hogy biztassa Madai Tamás együttesét. És hát reméljük, hogy rögtön egy győzelemmel tudnak bemutatkozni a srácok itt a bajnokságban. Nem sikerült megjátszani Csonkát, de szabad dobással mi jöhetünk.
Az gyönyörű! Óris Roland iratkozik fel a góllövők listájára. Szerencsésnek pontatlan a passz. Azonnal vezethetjük a következő támadásunkat. És mivel emberelőnyben vagyunk, még egészen pontosan 1 percig és 10 másodpercig, így most jó esélyünk van arra, hogy 2-vel ellépjünk. A 8. percben járunk, 2 gól még nem volt a különbség a mérkőzésen. Ez szabad dobás lesz. Ötvös. Hangos. Zúgó kapufa. Forgács. Hatalmas lendülettel, nem passzolt. És végül is ez kifizetődött most. Szépen helyezett a rövid alsóba. És ráadásul még egy szabálytalanságot is vétettünk vele szemben, úgyhogy mi is megfogyatkozunk. Kis Dávid az, akinek 2 percet a kispadon kell töltenie. Takács. Kóris. Ezt ezúttal tudta védeni a vendégháló. Kóris megint. Szabad dobás. Hangos. Ebben a pillanatban kiegészül a Salgó Tarján, viszont megszerezzük újra a vezetést, hangos a gólszerző, Kovács bele tudott érni ugyan. Ennek ellenére a labda a hálóban kötött ki. Forgács! Szabó! Forgácstól kapja vissza. És becsorog a labda, hiába beleért felföldi, bepörgött a labda a kapunkba. Takács. Hangos. Takácsnak teszi vissza, Fóris. Az jó meglátás, ötvös, gyönyörű! Ember hátrányban sikerül újra gólt szereznünk. Ezzel 5-4 az eredmény a hajdunánási csapat javára. Szerencsés. Felföldi! A mai napon egyébként még Nyírbártól Tiszavasvári és Fehérgyarmat füzesabony találkozókat rendeznek. Szeptember 16-án vasárnap, tehát holnap pedig Nádudvar, Kazincbarcika, Hajdúböszörmény, Berettyó és Kisvárda 60 találkozókkal folytatódik a bajnokság. Forgács! Szabó teszi ki szerencsésnek. Tóth. Forgács, az pontatlan. Hangos. Takács. Ellövi, benn van! A kapufa segítségével megszületik a 6. gólunk.
Tóth teszi szerencsésnek. Kapufa, de figyeljünk a másik oldalon, gyönyörű! Takács ért oda. Sarokdobással jöhetnek a vendégek. Gyetvai kezében a labda. Forgács. Forgács. Szerencsés helyén Dénes a vendégeknél. Gyetvai. Kijön a kapufáról, jól van. Hangos. De jó lenne 3 gólra növelni a különbséget. A 12. percben járunk. Is. Takács, ezúttal megjátsz a csonkát. Már megszólalt a síp. Következő fordulóban egyébként majd a Füzesabonyhoz látogatunk, és aztán egy újabb idegenbeli mérkőzés következik a Kisvárda ellen. Úgyhogy azt semmiképp sem mondhatnánk, hogy könnyebb lesz a folytatás. Fóris. Hangos. Takács. Fóris. Takács. Nincsen gól. A másik oldalon. Ez sajnos 2 perces kiállítás és büntető. Forgács a labdával. Felföldivel szemben. Forgács. Beleért felföldi ennek ellenére. A hálóban pihen a labda. Kelemen. Fóris. Tamás kapja a labdát a szélen. Gyönyörű! Milyen a labda?
Ötvös. Fór is. Kelemen. Horváth. Ötvössel szemben szabálytalankodtak. Kelemen. 15 másodperc még az ember hátrányunkból. Újabb szabad dobás. Horváth. Ötvös. Kelemen. Fór is. Tudunk-e lőni, ez a kérdés. Kelemen! És hozzá tudott még érni Kovács, így nincsen sarokdobás. Szabó. Kelemen a sárga lap gazdája. Gács, fölé! Nyeste érkezik beállóba. Hangos. Nagyot kapott. Most piros lap a vendégjátékosnak. Deák a kiállított. Az biztos, hogy nagyot esett. Hangos is látszódott is, hogy bizony volt kontakt a két játékos között. Én azt hiszem, hogy a visszajátszás nem áll rendelkezésre jelen esetben számomra, de elsőre úgy tűnt, hogy jogos az ítélet. Ami tehát biztos, hogy Deán Gergelyt ezen a mérkőzésen már nem látjuk a pályán. És a piros lapon túl még egy 2 perces kiállítás is sújtja a vendégeket, úgyhogy kettős ember előnyben vagyunk. Mondanom sem kell, hogy ezt szinte kötelező most kihasználnunk, és növelnünk kell az előnyünket a következő 2 percben. Ötvös. Hangos. Ötvös. Horváth. Benne játékvezető keze, ötvöslő. Szabad dobás. És Madai Tamás kér időt. A két első menjen már a sarokba, tessék oda menni, van még biztos, hogy 4 passzon körülbelül. Ricsi! Mondan egy sima húzást, és akkor annyit kell csinálni, gyerekek! Védekedésben benn marad most a Ricsi, meg benn marad a Kelemen Zsolti. Ti vagytok 2-3-as, 2-2-es itt tanány, mi ott adál. Üremes játék, próbáljuk be, mert korralei nem felvenni, a sporikkal nem vitatkozunk, én is idegszek, hagyjuk ezt. Beállott kerülőt, nem kell 8 méternél föntebb menni, 8,5. Hagyd ugye a kapustól a távolabbi lövéseket. Ha megvan a labda, szépen nyugiban megállunk. Ez a 4 ember ugye fölmegy támadni. Nem fogjuk lehozni most a kapusunkat, mert 5-en határlen fölösleges lenne, mert ugye üres kapod a támadó. Próbáljál meg a támadásban minél több faltot csinálni, a Tamás cserél ugye a másik Tamással. Próbáljátok szélre húzni, egy az egyek, ellenkező oldali szélső futó mehet, hosszú fasz lehet, ha valaki leviszi valamelyik szél az egyik oldalról, valaki próbálhat menni esetleg Klimaira, de itt a lényeg, és figyelj már oda a befejezésekre a többi támadójátéknál. Kiadjunk egyik 6 zicsert, 2 van közte, érdegyünk már föl! 2-3!
5 passzunk lesz, ha jól vettem ki a játékvezető jelzéséből. Hangos! Nem sikerült megjátszani Nyestét. És 40 másodperc eltelt a két kiállításból. Szabó sikerül gólt szerezni. Ötvös. Szabad dobás. Akármi is történik a hátralévő fél percben, a vendégek elmondhatják, hogy jól jöttek ki ebből a kettős ember hátrányos szituációból. Horvát kiszorított szögből, kapufa, és néma marad a síp. Szabó. Tóth. Szabó. Tóth. Aztán megint Szabó. Felföldi. Horváth. Tamás. Fúr is. Ötvöstől Hangos. Fúr is Roland. Hangos. Kapufa. Megragadtunk 7 gólon az utóbbi percekben. Hangos. Ötvös. Nyeste. Fóris. Ötvös. Fóris. Pontatlan a lövés. És van induló ember a vendégeknél, sikerül belérni, nagy elé kerül. Felföldi! Nem tud egyenlíteni a Salgótarján, Felföldi remek reflex mozdulattal hárít. És ezzel újabb esély arra, a támadó játékosoknak, hogy 2-re növeljék az előnyünket. Fóris. Hangos. Fóris. Ötvös, benn van! Huszonkettedik perc, 8-6. Tóth. Szabó. Forgács.
Forgács. Ellövi, felföldi! Újabb fontos vérés. Fóris. Ötvös. Kovács. Tóth fordulhat. Forgácsot választja. Felföldi megint. Zsinórban a harmadik nagy védése felföldi Róbertnek. Természetesen szól a vastaps a közönségtől a hajdulánási hálóőrnek. Hét perc az első fél időből. Fóris. Hangos. Ötvös. Szabad dobás. Október 19-e és november 11-e között lesz egyébként egy kis pihenő a hajdulennesi csapatnak, két hétvége is mérkőzés nélkül telik majd el. 19-én októberben a Böszörménnyel játszunk, majd aztán november 11-én a Fehér Gyarmat ellen folytatjuk a bajnokságot, az utolsó őszi meccsünk pedig december 9-én lesz a 60 ellen, ugye erről már tettem említést. Ötvös. Lesz a három a különbség. Hangos. Egyelőre nem. Céltévesztett ez a próbálkozás. Szabó. Tóth. Szabó. Ötvös. Takács. Mivel vendéggól nem született, így most újra felteltem a kérdést. Lesz-e három gól a különbség? Ötvös! Sajnos a kérdésre a válasz ugyanaz, egyenlőre nem. Szabó. Van érkező ember. És van vendégtalálat is. Vurom Alex, a gólszerző. Fóris. Kovács Véd. Szabó. Dénes. Guron. Szabad dobás. Tóth. Szabó.
Vurom. Passzív. Tóth. Szabad dobás. Tóth lő, felföldi. Takács. Fóris. Ötvös. Este végezte el a szabad dobást. Takács. Este. Marad nálunk. Jó a lövés! Takács! Ez a milyen? Másfél perc maradt az első fél időből. Nyeste. Ötös. Fórizsal szemben szerintem egyértelműen szabálytalankodtak, ezt reklamálja helyettem a teljes sportcsarnok. És felföldi, aztán nagyon megvetően néz a bravúrja után a játékvezetőre. Gondolván, hogy ha már ő tovább engedte a játékot, mármint a játékvezet, akkor majd ő megakadályozza azt, hogy ne szülessen vendéggól, és ugyanonnan folytatódhasson a mérkőzés, mint a szabálytalanság előtt. Nézzük, lesz-e tizedik hazai gól. Ötvös. Szabó. Dénes. Neki most sikerült túljárni felföldi eszén. 12 másodperc. Ötvös. Kovács véd. És a ma hátra lévő időre Nigrényi Tibor kért időt. Igaz, megcsinálod az üres, balra, és jön vissza a Hínai. Jön be, vagy a Máté fogja ugye vedetni jobb kézzel ide a Hínai, hogyha érkezik ugye a Mucsa. Pontosan bátran, keményen be kell vinni. Jó, hogyha nem jön, vagy nem ér, akkor be kell lőni. Ahát a 12 másodperc, 8, akkor ugye egyből fölmegyünk, és egyből elkezd. Egyből elkezd. Jó? Nem is rajzolom le. Gyerünk. Nézzük már! Jó? Azt nem elején. Te csak azt a tekes félmagas kívül. 2-3. Semmi más, fújjon a fejét. Nyolc másodperc maradt a félidő végéig. Szabó. Urom.
Dénes. Kivártam egy picit, de a játékvezető kijelzik, hogy belefért még az első fél időbe ez a találat. És hát ami szép, az szép, ezt jól játszották sakmattig a vendégek, úgyhogy 9-9-es döntetlennel vonulhatnak fél időről a csapatok. Nem mondhatnánk, hogy egy gólgazdag mérkőzést látunk, ez köszönhető egyfelől a két kapusnak, hiszen Kovács is remekül véd, Felföldi pedig egészen káprázatos dolgokat művelt sokszor a hajdonállási kapuban. Másfelől pedig mind a két csapat nagyon masszívan, agresszívan védekezik egyenlőre. Én azt gondolom, hogy szórakoztató és elsősorban férfias küzdelmet láthatunk. Nagy csata dúl a pályán, meglátjuk, hogy a második fél időben melyik oldalra billen majd a mérleg nyelve. Egyenlőre nincs döntés, néhány perc és jövünk a második fél idővel. Bátorság, hogy bemenj oda, ahonnan más menekül. Erő, hogy segíts a gyengén. Egy csapat, hogy tartozz valahova. Megbecsülés, hogy érezd, fontos vagy. Egy hivatás, ami több egy átlagos munkánál. Egy hivatás, ami büszkévé tesz. Legyél hős, legyél tűzoltó. Védekezést azért masszívan, annyit változtattunk bele, hogy a Roli kicsit szusszan, és a Kelemen Zsolti lesz ott, mert hosszú pöcseréjünk már bele a védekezésbe, mert le fognak volni. Zsoltiról várunk egy kis újítást, amit edzésen csinál, beviszi a labdát tökökön, oda megy, cselez, és türelmesen játszik, jó? Felelőtte a hülyeséget elfelejtjük, átgondolod, mit akarunk, mi a cél, azt Már is itt vagyunk a folytatással. 9-9-es döntetlenről folytatódik a hajdunánás Salgó-Tarjáni strandépítők mérkőzés. Aki itt volt velünk az első fél időben és nézte a találkozót, az azt hiszem egyfelől nem unatkozott, másfelől pedig mindent látott, amit csak kézilabdapályán látni lehet. Láttunk szép gólokat, láttunk véleményes játékvezetői ítéleteket, kiállítást a találkozón, úgyhogy volt itt minden az első 30 percben, meglátjuk, hogy mit tartogat számunkra a második 30 minutum. És igazából döntés sem született az első fél időben. Két gólos volt a legnagyobb különbség a két csapat között. Fej-fej mellett haladtak a csapatok. Meglátjuk, hogy változik-e valami a második játék részben. Tóth. Szabó. Gyetvai a szélen. Szép ejtés. A kapuban egyik oldalon sincs változás, bár azt hiszem ez meglepő is lett volna, hiszen mindkét hálóőr elkapta a fonalat rögtön az elején is. Kovács is, illetve Felföldi is kiválóan védte végig az első 30 percet. Kelemen. Kalandos úton, de visszakerül hozzánk a labda. Szerencsés csapott le rá először. Aztán pontatlanul passzolt.
Kelemen. Kijött a kapufáról. Gyetvai. Tóth. Szabó. Gyetvai. 7 méteres. Várható volt, hogy ez lesz az ítélet. Már a lövés előtt látszott, hogy emeli a játékvezető a sípját, és csak arra vár, hogy bemegye végül a próbálkozás, vagy nem. Nem ment be. Így jöttek büntetővel a vendégek, Szabó pedig értékesítése 7 méterest. Ezzel két gólos előnybe kerül a Salgó Tarján. Megint szerencsés csap le először a labdára Gyetvai Zitzerben. Felföldi! Elképesztően fontos védés. Rémálomszerű lett volna, hogyha sikerül háromra növelni a Salgó Tarjánnak az előnyét. Ahhoz képest óriási fordulat lehetne, ha most sikerülne egyre zárkóznunk. Ötvös most mindent megtehet, ezért benn van! Tizenegy 10 a vendégek javára. Tóth! Kijön a kapufáról, milyen kakipattanó, jól van? Jaj, ide kár érte! Nem sikerült Kis Dávidnak megszelidíteni a labdát. Szabó talán még bele is ért. Ez zavarhatta meg a hajdonánási szélsőt. Szép befejezés szerencséstől. Esemény dúsan indul a második játékrész is. Ezt leszögezhetjük így 4 perc után. Takács. Hangos. Takács. Kelemen. Kis Dávid szélről. Benn van. 12-11. Megint egy gólra zárkózunk. Burom. Takács szerez labdát, aztán az indítással Csonka. Kis Dávid. Ötvös. Ott van az Itzer. És ott van az egyenlítő találatunk. 12-12. Bravúros megoldás. Nagy Tamás mutatta be.
Semmit nem fújtak hangossal szemben. Felföldi! A kipattanó Gyetvaihoz kerül, aki mellé dobja a labdát, de már mutatja a játékvezető, hogy szabad dobással folytathatja majd támadását a salgó tarján. Szabó. Buron. Kifelé jár a szabad dobás. Takács. Ötvös. Lesípolnak a támadásba, ugyanis szerencsés szabálytalankodott a falban, ezért kap egy sárgalapos figyelmeztetést. Hangos! Kovács véd! Ötvös és Csonka játszanak össze, aztán Ötös nem tudta jól átvenni a visszakapott labdát. Így már Gyetvai rohamozhatja a hajdulánási kaput. Érvénytelen a gól. A túloldalon Kovács akadályozza meg, hogy kiegyenlítsünk. Megvan, kell emelni a labda az indítás után. Kis Dávid zicserben. Ben van! 13-13. Forgács. Kilenc és fél perc telt el a második játékrészből. 4-4 ennek a félidőnek az eredménye. Földi visszakerül a salgó tarjániakhoz. Szabó.
sajnos. Két perces kiállítás. Takács kapja. És egy büntetőt is elvégezhetnek a kékmezesek. Először a pályán Tormanttal, Hajdonán első kapuban Dalik, hanem csak a 7 méteres erejéig. Láthatjuk, de azt viszont hárítja! Kocog is le a védés után Tormanttal, ő megtette a magáét. Ugyanis hárított a Forgács 7 méteresét. Most viszont már jön vissza Felföldi. Hangos. Frankótól ötvös, megint elpattan tőle. Gyetvai. Aztán javítja a hibáját ötvös Nándor. Ötven másodperc. Az ember hátrányunkból. Nem értette meg egymást ötvös és Fór is. Az ilyen hibák nem biztos, hogy beleférnek ezen a mérkőzésen. Hiszen éppen olyan találkozónak tűnik ezen, milyen ezek a nüanszok dönthetnek. Forgács! 14-13. Újra Salgó Tarjáni vezetés. Bancsók! Ő szervezheti a támadásainkat a következő percekben. Fór is. Hangos. Nagy állítja meg Fór is Rolandot. Hangos. Fór is. Gyönyörű gól! Forgács. Szabó. Vendég szabad dobás. Vurom. Ez már a miénk. Bancsók. Csonka. Forgács lépeget kizavarni a vendégektől. Ez megint egy könnyen elszórt labda volt. És megbüntetik ezt a Salgó Tarjániak. Szabó eredményes.
Egy újabb nagyszerű lövés. Figyeljünk a túloldalon. Ott marad az itszer. Szépen oldotta meg Forgács. Pancsók. Most indul a figura. Hangos. Ellövi! Többen már gólt kiáltottak, de csak az oldalhálót talált el a lövés, viszont hozzáért egy vendég kéz. Pancsók. Ő is ellövi, Kovács véd, aztán Csonka hiába várta a kipattanót. Forgács. Egyedül viszi végig. És két gólosra növeli a vendégelőnyt. Sárga lapot. A második félidő 18. percében járunk. A különbség most megint két gól ugye a vendégek javára. Csak úgy, mint ahogy volt az már a második félidő elején egyszer, akkor vissza tudtunk jönni, és hát most is nyilván minden esélyünk megvan arra, hogy visszajöjjünk, viszont én azt hiszem, hogy nagyobb előnyt nem szabad engedni ennek a salgótarjáni csapatnak, amely folyamatosan minden gól után egyre lelkesebbnek tűnik. És ne gondoljuk azt, hogy ez alá fog hagyni így a hajrához érve. Fóris. Nem sikerült Dankónak megmenteni. Földi. Kipiszkálta ezt az emelést. Megpróbálta szerencsés átejteni. Felföldi fölött nem sikerült, aztán itt a kétperces kiállítás Tótnak. Takácsot rántotta le. A Salgótarján egyébként a következő fordulóban majd a Kisvárdát fogadja. Arról pedig már tettem említést, ugye, hogy a Hajdonán első együttes a Füzesabony csapatához látogat. Thank you.
Dankó. Bancsó. Kóris. Az gyönyörű, Csonka! Egy óra zárkózunk fel. És ne felejtsük, hogy másfél percig még ember előnyben játszhatunk. Szabó. Sikerült megállítanunk. Borgács. Fölé. Támadhatunk az egyenlítésért. Kóris. Bancsó. Dankó. Kis Dávid. Pontatlan a passz. Nagyon kár ezekért. Forgács. Sikerült egyedül végigvinnie. Dankó. Este azonnal elvégezte, Takács aztán. Kóris. Kóris. Bancsók. Kis Dávid. Jó a befejezés. Forgács azonnal meglódul. Megint ott az ittszer, felföldi! Újabb offenzívát indíthatunk az egyenlítésért. Kóris, ellövi Kovács lábbal. Vendégidőkérés. Átlőni nem fog, ha lő, akkor úgyis kivédi a kapu. Ezt hagyjuk a francba. Hagyj lőjön rá, Kingről nyomottan. Szuszannál egy kicsit, jó? Vagy hát, ha még kell ezt az utolsó szuszat. Tehát 10 perc van, hogyha jól számolok. Kari, még nyomod egy kicsit a jobb kettőt. Jön a Dávid vissza, próbáljunk egy kicsit, most összeszedte magát. Rolcsit mindenképpen kell középre, és abból forogjuk. Most megvan a szélen, még a Jóska egy kicsit nyomja. Kivel még, hogy kész szinten beállom. Menjél, hogy is nem hagyjál, nem bírod a felszor. Bírja már 7 perc. Jó, hogy 7 perc van. Gyerekek! Hibánkat lecsökkentjük a felére, meg tudjuk, hogy a végén. Jó, nézd meg! Van 7 perc a hátra.
Seggedem a szemben. Gyerünk is meg. Jó, get arra! Majd nézzem akkor érjük. Volt is. 2-3. Randépi. Igen. 18-17-es vendégvezetésről folytatódik tehát a találkozó. Méghozzá Salgó Tarjáni támadással. Forgács, felföldi! Fór is. Bancsó. Hangos. Fóris. Fóris! Kiegyenlítünk! 18-18! Forgács aztán szokás szerint azonnal célba veszi a kapunkat. Egyértelműen ő a legaktívabb vendégjátékos. Rengeteget próbálkozik. És sajnos legtöbbször eredményesen. Szabó. Nagy. Azonnal van válasz. Fór is. Pancsó. Hangos. Fór is. Nézzük, mihez tud kezdeni. Megjátsz a Pancsókot. Aki ellövi. Pontatlan. Pancsók aztán lelassítja a vendégtámadást. Szépen piszkált oda. És ráadásul ő még azt is reklamálta, hogy Forgácsról ment ki a labda, megmondom őszintén, ezt én innen nem láttam tisztán, lehet, hogy igaza volt Pancsók Károlynak, minden esetre a játékvezető sem látta. Sikerül szerencsésnek felföldi mellett ellőni a labdát. Így az utolsó 5 perchez érve megint 2 gólos a Salgó Tarjániak vezetése. Sikerül a harmadszor is visszajönni, -2-ről a második fél időben. Fúr is. Hangos. És Dávid kiszorított helyzetből is sikerül. És most nem szabad gólt kapnunk. Végletekig kiélezett mérkőzés. Jó,
Szabó. Guron fordul le az emberéről, és sikerül a hálóba találnia. Megint kettő közte, és mivel 3,5 perc maradt a találkozóban, lassan tényleg azt kell mondani, hogy nem kaphatunk több gólt, hogyha szeretnénk ezen a mérkőzésen legalább egy pontot itthon tartani. Hangos! Mire Kovács felemelte a kezét, már rég a hálóban pihent a labda, akkor erő volt ebben a lövésben. Forgács aztán. Mellé lövi. Jól van? Fór is. Bancsó. Hangos. Este végezte a szabad dobást. Fór is. Sarokdobás. Két és fél perc maradt a mérkőzésből. Ötves végezheti majd el a sarokdobást egyébként. Nagyon fontos lenne, hogy megszerezzük az egyenlítő gólunkat. Bancsó. Fúr is. Bancsó. Hangos. Fúr is. Ötvös. Fúr is. Elveszi tőle a játékvezető. Illetve így leveszi ezt az indítást. És két perccel a vége előtt megint két gól a vendégelőny. Most már nem elég az, ha góllal zárjuk az akciót. Gyorsan kellene befejeznünk a támadásunkat. Fór is. Kovács véd, büntető. Ötvös végezheti majd el a 7 méterest. Kovács vele szemben nézik, ötvös büntetőért, benn van! 22-21, továbbra is él a remény. Nem kaphatunk gólt. Szabó. Csonka állította meg. Az utolsó egy percen belül nem szerezhet gólt a salgótarjáni csapat. Forgács. Forgács. Csonka szabálytalan. Egy támadásra még valószínűleg lesz időnk. A fő kérdés csak az, hogy annak a tétje az lesz, hogy döntetlenre mentsük a találkozót, vagy az, hogy csak egy gólos zakóval zárjuk. Forgács. Ellövi, felföldi véd! És ötvös megmenti! Ötvös megmenti, úgyhogy támadhatunk az egyenlítésért. Madai Tamás kér időt. Egy
fél percünkben. Üres helycserét próbálunk csinálni. Nem tudom, hogy ki fognak élni szerintem visszatadálni. Üres helycserét és apró húzás. Viszont simán álltsátok meg. Kicsi maradjon ott a két-hármas között, igyekezzen megállni. Nagyon figyelj, hogy vonalra ne lépjön. És hogyha helyzet van, akkor a Roland is, a Dávid is, Taki, dugassuk be tőle, és menjük. Két szélső lemegy a sarokba. Jó, igyekezzünk, ez az egy pont is nagyon értékes lehet. Jó, gyerekek, Na nézzük az utolsó 33 másodpercet. Legfőképpen az súlykolta egyébként Nigrényi Tibor a csapatába, hogy semmiképpen sem kövessen el szabálytalanságot. Ha véletlenül zicserbe kerül valamelyik hajdonállási játékos, bízzák a kapusra, semmiképpen ne szabálytalankodjanak. De kerül-e vajon hajdonállási játékos zicserbe? Ez a kérdés 20 másodperc a találkozóból. Szabad dobás, 10 másodperc. Megy az idő, megy az idő. Most állítja meg a játékvezető a mérkőzést. Az eltelt másodperceket kérdés, visszakapjuk-e? Most megy oda a játékvezető az asztalhoz. Marad a 4 másodperc. Hangosnak kell lőnie majd. Most kapja. Hangos, ellövi Kovács véd. És így ér véget a mérkőzés, 22-21-es salgótarjáni győzelem. Vereséggel kezdi a bajnokságot a hajdunállási csapat. Egy elképesztően izgalmas és fordulatokkal teli mérkőzésen vagyunk túl. És én azt hiszem, nem vagyok elfogult egyébként, ha azt mondom, hogy talán a döntetlen lett volna itt az igazán reális eredmény. Tulajdonképpen a sanszunk megvolt arra, hogy döntetlenre mentsük a találkozót. Talán az lett volna az igazán igazságos, hiszen egyik csapat sem tudott komoly előnyt szerezni a mérkőzés során. Folyamatosan fej-fej mellett haladt a két együttes. Az első fél időben inkább mi diktáltuk a tempót, a másodikban pedig ránk hárult az a szerep, hogy fussunk egy picit az eredmény után. A második 30 percben a Salgótarján volt lépéserényben. Kíváncsian várom, hogy Madai Tamás például hogyan élte meg ezt a mérkőzést, és mennyire maradt benne hiányérzet, mert hogy maradt, az azt hiszem nem lehet kérdés. Viszont megpróbálunk megszólaltatni egy salgótarjáni játékost is, illetve egy hajdunánási főszereplővel is. Igyekszünk majd beszélgetni, és természetesen a vendégmesterhez is lesz egy-két kérdésünk. Ennyit én fentről, tehát következzenek az interjúk. A mérkőzés legjobb játékosa részére a pezsgőt a Molnár Élelmiszer Kft. Biztosította. Szabó Tamás el velem szemben a mérkőzés legjobb játékosa. Gratulálok a teljesítményhez és a győzelemhez. Hát vértizzadtatok ezért a sikerért. Ti belül hogyan értétek meg ezt a találkozót? Ugye hát az utolsó másodpercekig volt izgalom. Hát szó szerint így van, ahogy mondod. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, sérülések, sérült játékosaink vannak, betegek, sajnos nem tudtunk készülni, de rosszul is játszottunk, illetve nagyon sok zicsert kihagytunk. A hazai kapus nagyon jó a véde, gratulálunk neki. Szerencsére a végén megmaradt egy gól az előnyünkből, így tudtunk győzni, örülünk neki. Dolgozunk tovább, aztán meglátjuk. A felvezetésben is elhangzott, ugye, hogy az északi csoportból kerültetek ide, ismerkedtek még tulajdonképpen a bajnoksággal és az ellenfelekkel. Van-e esetleg konkrét célkitűzésetek a szezonra nézve? Igen, a Kézilabda Szövetség áttette a Salgótarjánt ide észak-keletre, így egész jó kis túráink lesznek, meg az ellenfeleinknek is, akik jönnek majd hozzánk. Nem ismerjük a mezőnyt, ismeretlenbe jöttünk. A célunk feljutás lenne, de ez nagyon nehéz lesz, ezt tudja mindenki. Készülünk, megpróbálunk megtenni érte mindent, aztán meglátjuk, hogy lesz.
A mérkőzés legjobb hazai játékosa részére az ajándékutalványt a Kis Hellász ételbár ajánlotta fel. Fóris Rolanddal beszélgetünk a mérkőzés legjobb hajdunánási játékosával. Fogad szeretettel tőlünk ezt az ajándékutalványt. Gratulálok először is a teljesítményedhez. Hát egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Ti belülről hogyan éltétek meg? Milyenek most az első benyomások? Ezután a nagyon idegesítő vereség után, talán mondhatjuk így is, hogy idegesítő ez a vereség, nem? Hát sajnáljuk, hogy kikaptunk, meg kellett volna nyerni, sok volt a technikai hiba, ha azt nézzük. A védekezés azt úgy gondolom, hogy nagyjából összeáll, de így is voltak hibáink. A támadásra azon még lehet mit fejleszteni, de igyekszünk majd minél jobbak lenni. Mint gondolsz, akkor elsősorban támadásban nem voltunk elég koncentráltak? Ezen múlhatott ez, hogy végül is vereség lett a mérkőzés végkimenetele? Hát szerintem igen, hogy a támadást azt nagyon elkapkodtuk, ezért ebből adódott a sok technikai hiba, és mondjuk senki se tökéletes, mondjuk mindenkinek vannak hibái, de azokat ki kell javítani. Győzelemmel tudták indítani a bajnokságot, ez egy végletekig kiélezett mérkőzés volt. Mi lehetett az, ami végül a Salgótarján javára döntötte el a találkozót? A várakozásaimnak megfelelően alakult ugye a mérkőzés, mint ahogy mondtam is, hogy a mérkőzés előtti beszámolóban, hogy szerintem a végjátékban fog eldőlni. Talán mi a szerencse. Mondjuk úgy, egy kicsivel jobb volt talán a mi védekezésünk, és ennek köszönhetően tudtunk nyerni. Ez az egy dolog van, hogy a végjátékban egy két gólos előnnyel mentünk bele, amivel egy gólt meg tudtunk tartani. Igen, az látszott, főleg itt a végén is, hogy elsősorban ugye a védekezésre koncentráltak, spanolták egymást a játékosok. Erre számíthatunk az egész évben a Salgótarjánt egy biztos védekezésből, egy biztos agresszív, jó értelemben agresszív védekezésből, gyors támadás vezetések? Igazából azt szeretem, igen, hogyha hátul van egy erős védekezésünk, és abból tudjuk ugye építgetni a támadásainkat. Hogyha megnézzük ugye ezt a mai mérkőzést is, azért sok labdaszerzés, sok jó védekezés volt benne, sok védéssel ugye a hátunk mögött, és nagyon sok könnyű indítást ugye vihettünk az ellenfélre, vagy esetleg gyors lerohanást, csak hát az ellenfélben volt egy felföldi Robert a kapuba. Azt elég csúnyán megviccelt bennünket, én szerintem 15-20 védés biztos, hogy volt ezen a mérkőzésen, úgyhogy gratulálok neki. Én azt mondtam a második félidő elején a közvetítésben, hogy tipikusan olyan mérkőzés, amin a nüanszok dönthetnek. Melyek voltak ezek a nüanszok, amik végül azt eredményezték, hogy a Salgótarján tudja elvinni a két pontot innen Hajdunánásról? Először is gratulálunk a Salgótarjánnak, hiszen azt gondolom, hogy nagyot küzdöttek ők is, nagyot küzdöttünk mi is, és valóban ezek a nüanszok, amik eldöntötték a végjátékot, illetve a második félidőben is rengeteg technikai hibát csináltunk, rengeteg eladott labdát csináltunk, felelőtlen lövéseket hajtottunk végre, ami nyilván megbosszulta magát, mert egy villámgyors csapat, és azonnal tudtak lerohanás gólokkal válaszolni. Tartotta bennünk ugye igazából felfüli Robi nagyszerű védéseit, tartották a lelket bennünk, aztán utána végére elfogytunk. Bár én azt gondolom, hogy nagyon nagyot harcolt a csapat, és igyekeztünk mindent megtenni ez ellen a nagyon erős Salgótarján csapat ellen. Én azt gondolom, egy pontot mindenképpen megérdemeltünk volna, ez én csapatom, nem érdemelt volna a vereséget. Amit tudtunk, megtettünk, és volt egy-két olyan vitatható játékvezetői tévedés, gondolok itt az első félidő utolsó góljára, ami mindenképpen időn túl született, és látjuk a végén ugye, hogy egy gólon múlt ez a mérkőzés. Igen, a második félidőben többször is visszajöttünk két gólos hátrányból, aztán az utolsó fél percben lehetőséget kaptunk arra, hogy döntetlenre mentsük a találkozót. Időt is kértél, mit kértél akkor a fiúktól? Egy konkrét figurát beszéltünk meg, hogy a végén egy lövőhelyzettel tudjuk befejezni. Nem sikerült igazából ezt az akciót végrehajtani, bár az utolsó még egy szabaddobásra mindig volt lehetőségünk, de az már ilyenkor ilyen veszett fejsze nyele. Nyilván tanultunk ebből a hibából, és azt gondolom, ez egy jó csapat, tehát fel tudtuk mérni azt, hogy jó úton haladunk, és nagyon pici dolgok döntenek ezek szerint itt a végjátékban. Remélem, hogy tanultunk belőle, és akkor a következő fordulóban Füzesabony ellen már ezt tudjuk tanulni belőle. Vereséggel kezdte tehát a 2018-2019-es szezont felnőtt férfi kézilabda csapatunk. Ezúttal a Salgótarján tudta elvinni a két pontot innen a hajdunánási városi sportcsarnokból. Egy nagyon izgalmas, lendületes, fordulatos mérkőzést láthattak a kilátogató nézők, akik azt hiszem, hogy jól szórakozhattak a találkozón, leszámítva azt, hogy csapatunk végül 0 ponttal kell, hogy távozzon innen a sportcsarnokból. A javítási lehetőség viszont adott, hiszen a következő fordulóban Füzesabonyra utazik a csapat, amely egy nagyon nehéz mérkőzésnek ígérkezik, viszont ahogyan Madai Tamás is említette, a tavalyi szezonban egyszer már le tudtuk győzni a Füzesabonyt, úgyhogy miért ne sikerülhetne ez most? Meglátjuk, hogy mit hoz az a találkozó. Én ezekkel a szavakkal búcsúzom, köszönöm a mai figyelmüket.